két olyan együttes, amely ugye ebben a szezonban kétszer találkoztak, mind a kétszer, bár vezetett a Paks, de győzni nem tudott, sőt a vereség lett a vége, ferencvárosi győzelem. Most azonban a paksiak állnak sokkal, de sokkal jobban. Ferencvárossal ugye ez pályafutása során nem csak hogy a dobogóra, de a dobogó tetejére is jutott két alkalommal. A fejes, és még mindig ott pattog a labda, Marquinhos lő, ez viszont már jócskán kapu mellé megy, és Marquinhos utána lent marad a lövés követően. Dibusz jól jött ki a kapujából. Osváth megmenti még, meg is kapja érte a tapsot, azonnal teszi középre. Böde is most érkezik, Böde tovább sodorja a labdát, és aztán el is lőtte végül. Teljesen megtelt ott a ferencvárosi kapu mögött a paksi tábor. Jól jön középre, de nem jutott el oda Szabóig. Szerzik, visszaszerzik viszont a paksiak, Osváth középre, ott a fejes, és Dibusz fogja. Bajnoki meccsek gólátlaga 3,4 tized, ez tehát azt jelenti, hogy ha átlagban nézzük a bajnokikat, akkor legalább 3 gól mindig van, ez jó kiugratás, és ott a helyzet, de ez már nem csak helyzet, hanem Zakariasen be is lövi. Zakariasen nem volt lesen, tökéletes labdát kapott Marquinhostól, és gyönyörűen emeli át nagy felett 1-0 a Ferencvárosnak. A 34. perc, Balog szabadrugása, Balog bele a sorfalba. Mi lesz az ismétlésből? Osváth kapja meg, Osváth középre, ott a fejes, Dibusz! És 11-es! Mi történt? Ott a fejes, és valóban Abena kezén megpattan a labda. A Varga 11-ese tehát, és a kipattanót lövi be! 1-1. Pont középre ment. Dibusz ott hagyta a lábait. De a kipattanóra Varga érkezik. Szagál helyére érkezett Lisztes Krisztián a pályára. Az a Lisztes, aki az előző héten 2 gólt szerzett. Bajnoki mérkőzésen pályafutása első góljait lőtte be 17 esztendősen. És ő kap labdát. Lisztes lő bele a blokkba. Ott is volt egy kéz, meg egy kapufa Zakariasen. Szabó laposan középre, tökéletes labda Balognak, Balog középre, oj, mi maradt ki, Dibusz, óriási védés, Böde Dániel került zicserbe. Hány jött és kérte, de nem ő kapja, inkább Vargát kereste ez a labda. Varga lent marad, 16-oson belül kiterült paksiak támadója. Mutatja is a ferencvárosi védő, hogy lehet, hogy komolyabb a baj, de megy tovább a játék. Karakó fölül a kis képen, és továbbra is nézzük Kovácsevics könyököseit. Karakó pedig visszatér a pályára. Mi az ítélet? 11-es. Én azt gondolom, hogy jogos 11-es. 55. perc, Varga 11-ese tehát. És ez most egy határozott lövés volt. A 19. gólja a szezonban Vargának. Karakó megítéli a büntetőt, Varga pedig nagyon határozottan értékesíti. 2-1. Tokmak és Essity. Ha minden igaz, akkor Marquinhos és Sigér helyére. Kettős csere tehát hamarosan, de közben Lisztes helyzetben. Lisztes, és ott az egyenlítés! Botka gólja lesz. Mert hogy ő érkezett a hosszú oldalon. 2-2. De szerintem nem találta el. Esetre jön egy ferencvárosi szabadrugás, és jó is az Zakariasennek. Nagy, de rosszul jött ki a kapujából. Szabó egyből vissza. Gyönyörűen perdítette tovább Balog, de Varga nem tudta kihasználni. És egy újabb sárgalap, és ez már a második Abenának. Ugye egy kezezés volt, itt pedig ez a feltartás Vargával szemben. Volt már nekik is azért hasonló jó szériájuk, még Csertő Jaurellel. 2015. október és novembere között. A másik oldalon viszont helyzetben a Ferencváros. Jól jött ki a kapujából Nagy, Tokmak villant, Bőle a 16-oson belül. Bőle középre,
Pap ellőheti, nem zavarja senki, és be is megy a labda! Egyet állít rajta, és megpattan egy ferencvárosi még, így aztán tényleg semmi esélye nem volt Dibusznak.